Egység és békesség Jézusban címmel tartotta a 27. országos konferenciáját Székesfehérváron a KOMT, azaz a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága. Az orvosokat, egészségügyi dolgozókat és egészségügyi tanulmányokat folytatókat összefogó szervezet háromnapos programjára hazánkból és a határon túlról is érkeztek résztvevők. A szakmai rendezvényt pénteken délután a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyitották meg. A lényeges téma az is, hogy milyen az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók közötti viszony, és ezt két irányból is meg fogjuk közelíteni. Egyrészt a Betesda Kórház orvosigazgatója az orvosok oldaláról, és Nyakas Eszter pedig, aki az itteni Szent György Kórháznak az ápolási igazgatója, az ápolók oldaláról. Tehát ez nagyon érdeklődéssel várom, hogy hogyan fogják ők ezt elmondani, hogy hogyan tudjunk együtt dolgozni. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere úgy fogalmazott, hogy minden alkalom nagy megtiszteltetés a város számára, amikor egy országos seregszemlének adhat helyet és otthont. Az orvostársadalom ilyen, az orvoslás az továbbra is, mint az emberekkel való foglalkozás tudománya, akár szellemi, akár testi problémák vannak, orvoshoz fordulunk, de sok esetben egy orvos tud megnyugtatóan hozzánk szólni, és ezért nem mindegy, hogy milyen értéket val és milyen értéket közvetít. A Keresztény Orvosok találkozóján a szakemberek egyebek mellett a kor kihívásairól értekeztek, egyben a béke üzenetét is hozták, valamint olyan kulturális értékekről is szó esett, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a fizikai és a mentális egészség megőrzéséhez is.